Fésaj! Első négyzászok kilépni. Tisztelt megemlékezők, kedves vendégeink! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Kossuth síremlék újraavató ünnepségén, a református öreg temető kegyeleti park átadóján. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Páncél Károly országgyűlési képviselőnket, a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnökét. A mai esemény ünnepi szónoka is ő egyben. Köszöntöm nagy tiszteletű Takaró Andrást, a Dunamelléki Egyházkerület református esperesét, valamint Balog Eszter gyóni evangélikus lelkészt. Köszöntöm a Kossuth Szövetség megjelent vezetőjét. Nagy tisztelettel köszöntöm városunk díszpolgárait és kitüntetettjeit, valamint a képviselő testület jelenlévő tagjait és az intézmények vezetőit. Külön tisztelettel köszöntöm az elszakított határon túli területekről érkezetteket, a felvidéki Dunaszerdahely és Királyfia Karcsa képviseletét, Kárpátaljáról munkácsi vendégeinket, erdélyi testvéreinket, akik Kolozsvárról érkeztek, és délvidéki testvérvárosunk Zenta képviseletét, akik az elcsatolt területek üzenetét és egy marék földet hoztak ma Kossuth László sírjára. Kérem Önöket, hogy először Gémes Katalin énekművész segítségével énekeljük el együtt a himnuszt. Kedves jelenlévők! Kossuth Lajos bebörtönzése idején a reformkori alsódabasi nemesség fogadta be Kossuth idős szüleit és családját. Édesapja Dabason hunyt el 175 évvel ezelőtt, 1839-ben. 1880-ban emelték síremléke mellé azt a gránit obeliszket, amely közadakozásból készült el. Az 1960-as évek végén azonban a korábbi temetőt felszámolták, Kossuth László földi maradványait áthelyezték az új köztemetőbe. A dabasiak minden korban nagy tisztelettel adóztak a Kossuthok emlékének. Így alakult ki az a Kossuth kultusz, amely a helyi közgondolkodást a mai napig meghatározza. Az ősök nyomdokain járva a jelentős évforduló alkalmából készült el Ligetvári István építész tervei és dabasi mesteremberek áldozatos munkája eredményeként a Kossuth László sír visszahelyezése ide a történelmi református sírkert megmaradt részébe. Kossuth László síremlékének leleplezési ünnepélye című 1880-as kiadványból egy idevágó részletet szeretnék idézni Önöknek. A síremlék néhány nemes keblű, önmagától ajánlkozó holleány és hazafi részvétkészsége folytán még a múlt évben elkészült, az alsódabasi régi temetőben 1879. szeptember végén felállítatott, s a téli viharok ellen deszkával beburkoltatott, mert akkor a rendkívüli rossz időjárás miatt nem lehetvén a leleplezési ünnepét megtartani. Azt a következő 1880. kikeletre kellett halasztani. A 9 láb magasságú síremlék Gerendai Antal híres műhelyében szürke gránitból obeliszk alakban készült,
amely Schlink gyárában öntött, 12 láb hosszú, 8 láb széles, szép és erős vasrácsozattal van körülvéve. A sírkőre e felirat vésetett: Kossuth Lajos édesatyának, Kossuth Lászlónak emlékére emelték tisztelői 1879. Született 1863-ban, elhunyt 1839-ben. E rövid történeti felvezető után tisztelettel felkérem Kőszegi Zoltán polgármestert, hogy mondja el ünnepi köszöntőjét. Erkölcsi parancs, a Kossuth család iránti tisztelet és az elődök, akik méltó síremléket állítottak Kossuth Lászlónak, az ő megbecsülésük és tisztelete szólított minket ma ide. Kossuth Lajos édesatyának temetésén sem lehetett ott, és amikor az alsódabasiak úgy döntöttek, hogy méltó síremléket állítanak, akkor mivel emigrációban volt, a síremlékavatón sem lehetett ott. Ezért egy porcelánkoszorút készítetett, ezt küldte az ünnepségre, azóta is ezt őrizzük az alsódabasi református templomban. Dabasváros önkormányzata úgy határozott, hogy a 175. évfordulón, ha nem is olyan koszorút, de annak mintájára, ahhoz hasonlatosat készítettünk nemes anyagból. Így készült el a zsolnai porcelánmanufaktúra, világhírű porcelánmanufaktúra műhelyében az a porcelánkoszorú, ami most itt látható a síremlék előtt, amely majd a Kossuth házba lesz elhelyezve. Az elődeink az ünnepségen, az ünnep hangulatában azt az óhajukat fejezték ki, hogy a síremlék váljon a kegyelet oltárává. De csak úgy, hogyha az alsódabasiak, a dabasiak valóban Kossuth László maradványait, hanvait a szívükbe zárják, mindig szeretettel gondolnak rá, és szeretettel őrzik a Kossuthok emlékét. A síremléket egy olyan helyen állították fel, amely előtt nap mint nap nagyon sok alsódabasi haladt el. Szándékuk volt ezzel, azt kívánták, hogy sem Kossuth Lászlót, sem Kossuth Lajost, sem a szabadságharcot, a magyar forradalmat és a magyar szabadságot az alsódabasiak soha ne felejtsék el, és mindig becsülettel és tisztelettel emlékezzenek. Azonban az 1960-as évek végén ez a síremlék elkerült ebből a történelmi temetőből, hiszen ez a temető, ez el lett dózerolva. A síremlék évtizedek óta, és maga a sír is arra várt, hogy újra méltó helyére kerüljön, hogy az elődök szándéka teljesüljön, hogy az itt élők szeretetéből, az emlékezetből a kegyelet oltárává váljon az emlékhely. Most elérkezett az idő, a 175. évfordulón, hogy az itt élők felhatalmazásával a döntéshozó testület határozata alapján ebben az emlékévben méltó helyre, a történelmi kegyeleti sírkertbe kerül Kossuth László sírja és Kossuth László síremléke. Mint mondtam, a tisztelet, az erkölcsi parancs és a történelmi pillanat az, ami minket ide hívott. Egy történelmi, a nemzet, az egész nemzet történelmének egy pillanata ez a mai, és ennek mi mind, akik itt vagyunk, részesei vagyunk. Zárjuk a szívünkbe, különösen kedves fiatalok, közöttetek többen vannak, akik 10 év körüliek, vagy 10 és 14 év körüliek, kedves Kossuth iskolások. 1880-ban a síremlékavatón, ha ránéztek erre a fotóra, itt van egy 10 éves körüli forma kisfiú. Ő minden bizonnyal remélhetőleg megélte az 1900-es évek derekát is. És most itt van ezen a fotón, itt van velünk. Bízom benne, hogy közületek sokan még a század végén is, vagy akár még a következő évszázadban is itt lesztek, és emlékeztetni fogjátok az alsódabasiakat arra, hogy mindig méltó módon és tisztelettel kell emlékezni Kossuth Lászlóra,
Kossuth Lajosra, a Kossuth családra, a magyar szabadságra, a magyar függetlenségre. A határozat, az elhatározás azonban sohasem elég. Kellenek hozzá dolgos hozzáértő kezek. Én ezúttal szeretném megköszönni Ligetvári Istvánnak azt a szívből, mély lélekből jövő gondolatát és tervötletét, amit itt megvalósítottak dolgos kezek. Szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik itt az elmúlt hónapokban nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgoztak. Mesteremberek, egyszerű kétkezi emberek, még közmunkások is. Mindent megtettek annak érdekében, hogy ennek a városnak a közössége, ez a történelmi közösség helyre rakjon egy korábbi hibát. Hogy valóban itt újra felállítsuk a kegyelet oltárát. Köszönöm nekik, és tisztelettel adózom az elmúlt hónapok munkája előtt a kétkezi munkások és a szakmunkások becsületes, tisztességes áldozata előtt. Arra kérek mindenkit a jelenlévők közül, hogy teljesítsük az elődök szándékát és akaratát. Csak is szeretettel, szeretetteljes emlékezéssel, tisztelettel és megbecsüléssel emelhetjük ezt a helyet a kegyelet oltárába. Becsüljük meg, jöjjünk ide minél többször, hozzunk el másokat is országhatáron belülről és távolabbról is, hogy legyen ez a magyar történelem térképén egy történelmi kegyhely, egy történelmi zarándokhely. Megköszönöm polgármester úr ünnepi szavait. Felkérem Körtvélyesi Zsolt színművészt, hogy szavalja el Bartók Lajos Kossuth atya című versét, hiszen az 1880-as obeliszk állításkor is ez a vers hangzott el. Gyertek áldozatra, honfiak a sírhoz, melyben örök álmot Kossuth atya lelt. Fákját éjjelére örök lángú hírhoz, gyújts honszellemre minden hűkevert. És hazánk, anyánk, te, hozd el Ciprus ágad, úgyis oly soká volt a sírja elhagyott. Eddig drágább kincset néked nem adának óhaza, ő adta a dicső Kossuthot. Honnad a szülő, de halhatatlan részi gyermekébe oltá, hogy örök legyen. Mint forrás a tengermélyben elenyészik, óriást hoz létre, és maga névtelen. De merüljön mélyre unja a búvárnak, s megleli a titkon buzgó életért. Tiszta ősi csepjét a nagy óceánnak, mely az éggel verseng a végtelenért. Így nőtt a fiúban az atyai szellem, vállaira tűzvén villámszárnyakat, ős polgár erényen, büszke honszerelmen, a viharral játszó tenger így fakadt. Nép erőssé, nemzet nagyjá lett hatalmán. Kardá pörölyözte szolgaláncait, lett polgára jobbágy, s karjuk szabadulván félistenek lettek, hogy a haza hitt. Láthattátok haragja bősz fergetegében, a pokollal bátran dacoló hazát. Ez volt a vihar. Fel! Vedd korbácsot, zsarnok! Paskold meg a Hellászt védő óceánt. De a tenger, amely egyszer így viharzott, láncodat is téged megvet egyaránt. A hazát magának Kossuth visszaadta. És hazát csupán ő nem találhatott. Miltiádész, nem fogsz vérezni magadba, a honért nyert sebbel száműzvén honod, majd a könyvbe fúl a tompa hálátlanság. S a légy dicsősége, néped visszahíj. Áldjuk itt porában a hazátlan atyát, benne a hazátlant magasztalva.
Köszönöm Körtvélyesi Zsolt színművész szavalatát. Felkérem Páncél Károly országgyűlési képviselőt, a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnökét ünnepi beszéde megtartására. Tisztelt polgármester úr, nagy tiszteletű Esperes úr, nagy tiszteletű asszony, kedves dabasi megemlékezők, kedves dabasi fiatalok! Amidőn azon megtisztelő felhívásban részesültem, hogy ez ünnepéhez alkalmi beszéddel járuljak, egy percig sem haboztam, hogy a felhívásnak engedjek. Nem mintha azon önhítségben élnék, hogy gyenge szavam az ünnepé méltóságát emelni képes, de örömmel ragadtam meg az alkalmat, hogy kegyeletes tiszteletemnek én is kifejezést adjak, és midőn ezt teszem, azt hiszem Pest megye hazafias közönségének érzelmeit is szerencsés vagyok tolmácsolni. Most tisztelt hölgyeim és uraim, Földvári Mihály, hajdani alispán köszöntötte így az egybegyűlt dabasiakat annak idején 1880-ban Kossuth László síremlékének leleplezési ünnepségén. Tisztelt hölgyeim és uraim, a felső magyarországi kisbirtokos köznemesi Kossuth családban Kossuth falván egykor máskor több fiú született, mint amennyit az ősi föld elbírt. A birtokból kiszorulók javarészt hivatali értelmiségi pályára léptek. Így került Kossuth falváról Zemplén megyei hivatalba rajstromozónak, a jogvégzett Kossuth László, hogy azután az Andrássy grófoknál uradalmi, ügyviselői, ügyvédi tisztséget vállalva Monokra települjön. Itt született egyetlen életben maradt fia, Kossuth Lajos. Kossuth László élete utolsó évét Dabason élte. Az idős Kossuth házaspár 1838. októberében leányaival költözött Pestről Alsó-Dabasra. Önök azok, akik jól tudják, hogy ez a család, a ház, az elalakú ház, az ma is áll Dabason. A tornácos épület utcai frontján emléktábla áll. A házban jelenleg galéria működik, azonban Dabason utcák, közintézmények, művelődési ház, középiskola viselik a Kossuth család nevét. A Kossuth Lajos által küldött porcelánkoszorú, mint ahogy az polgármester úrtól is hallottuk, melyet apja sírjára küldött, az alsó-dabasi református templomban őrzik. Dabas tehát őrzi a Kossuth család emlékét, őrzi és ápolja a Kossuth kultuszt. Köszönet a dabasiaknak! Köszönet a hagyományokra és a történelmi múltra fogékony helyi közösségeknek, köszönet az egyházaknak, és köszönet a városi közösség választott vezetőjének, Kőszegi Zoltán polgármester úrnak. Történelmi múlt. Azt mondják, a történelem nem más, mint az emlékezésre méltó dolgok és cselekedetek számbavétele. És amit a nemzeti emlékezet megőrzésre méltónak tart, az többnyire a fordulópontok, válságok, ébredések, harcok, velőtrázó pillanatok története. Olyan életfontosságú párbeszéd, amely a jelenben élők és a múlt tényei között folyik. A reformkor, a szabadságharc, Kossuth László és fia Kossuth Lajos élete és szolgálata a magyar nemzetért valóban emlékezésre méltó. Kossuth a magyarok Mózese. Az evangélikus családban született Kossuth Lajos erkölcsi hitvallása példaértékű volt a magyar protestánsok számára. A szószéken először 48 tavaszán hangzott el a magyarok Mózese szófordulat, amit először a reformátusok használtak. És 1849 első napjaiban volt egy érdekes történet, amikor is ugye Windisgrécz hadai fenyegették Pestet, az országgyűlés átköltözött Debrecenbe, ahol a hajdúk utódai, a civis város katonái a város kapuinál csak úti engedéllyel engedték be az embereket a városba. Ott a következő történt. Érkezett Kossuth Lajos, a kapuőrség tőle nem kért úti levelet, majd a naplóba, amiben minden beérkezőt bejegyeztek, az alábbi bejegyzés került. Kossuth a magyarok Mózese. Az őrök Kossuth Lajosban azt a szemét látták, aki képes lesz a magyar szabadság ügyéért újra sikeres szabadságharcot vívni a Habsburgokkal, így méltó utóda lehet Bocskai Istvánnak,
akit ugyancsak az Istentől küldött szabadító Mózes szerepével ruházták fel. Kossuth kultusz, Kossuth szakál, Kossuth bankó, szobrok, képek, Kossuth nóta. Nincs még egy olyan pénzügyminiszter, akiről így énekelnének, annyi áldás szárony rája, ahány csepp eső esik rája. Tisztelt megemlékezők! Kossuth László síremlékénél Kossuth Lajosra emlékezve, emlékezünk a magyar történelem legdicsőbb napjaira, a magyar szabadság ünnepére, március 15-re és a szabadságharcunkra is. Különleges időszak volt, és az összefogás emelte igazán különlegessé és nagyjá. A nemzet történetében azok a legfelemelőbb, legnagyobb sikert, legtöbb energiát megmozgató pillanatok, amikor a magyarok képesek voltak az összefogás erejét csatasorba állítani, és az egyéni problémák fölé emelni az összetartozás, az együttérzés erejét. Ha ez nem sikerült volna 48-49-ben, és nem sikerült volna 49 után a megtorlás idején, akkor ma alig ha lehetnénk büszkék eleinkre. Ha nem létezett volna magyar összefogás, akkor a magyar valóban csak a vesztes világháborúk, a félre sikerült forradalmak nemzete lenne. Összefogás és magyar szabadság. A magyar szabadság és függetlenség eszménye az építés, az alkotás és az értékteremtés. Sohasem a rombolásé. Mi sohasem más nemzetek ellen, hanem mindig a mi nemzetünk felemelkedése érdekében harcoltunk. A magyarok számára a szabadság sohasem pusztán annyit jelentett, hogy fellázadunk valami ellen. A magyarok számára a szabadság azt jelentette, hogy kiállunk valamiért. Fontos a nemzet, a nemzeti összetartozás, a nyelvünk, a kultúránk, a mi földünk, az európai keresztény hagyományaink, hogy nekünk fontos a család eszménye, a hűség, a becsület. Ez a magyar szabadság. Szabad, független, keresztény Magyarország továbbra is az az erős talapzat, amelyre építeni lehet az ország jövőjét. A történelem napjainkban a mi nemzedékünktől nem követel áldozatot. Nem követel áldozatot, számüzetést, mint a Kossuth családtól. Nem követel vértanúságot, mint 165 évvel ezelőtt az Aradi Sáncban. De hitet és hűséget igen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a dabasiaknak a hitet, a hűséget, a történelmi múlt iránti tiszteletet. Köszöntöm Önöket egy igével Ézsaiás próféta könyvéből. Megint olyan bírákat adok, mint régen, és olyan tanácsadókat, mint kezdetben. Akkor majd így neveznek. Igaz város, hűséges város. Az Isten áldja meg Önöket. Köszönjük szépen képviselő úr, elnök úr ünnepi beszédét. Tisztelettel felkérem Gémes Katalin művésznőt, hogy énekelje el Schubert Ave Mariáját.
köszönjük a művésznőnek a gyönyörű előadást. Most az emlékmű ünnepélyes leleplezése következik. Felkérem Kőszegi Zoltán polgármestert, Páncél Károly országgyűlési képviselőt, a Kegyeleti Park tervezőjét, Ligetvári Istvánt, valamint a presbitérium képviselőjét és a város alpolgármestereit, Pálinkásné Balázs Tündét, Szanthoffer János alpolgármester urat és Zelenák András alpolgármester urat is, hogy fáradjanak ki az ünnepélyes szalagátvágáshoz. Az ecélre felkért Zlinszky Róza, Szívós Teréz, Zlinszky Lujza és Gál Teréz kisasszonyok fehérbe öltözve, kétfelől a rácsozaton belül, az emlékkő mellé állva, az első beszéd kezdetén adott jelre, a szürke vitorravászorból való leplet igen ügyesen eresztették le, úgy, hogy az a mindenkori tapasztalattal ellenkezőleg minden akadozás és tétovázás nélkül egyszerre lehullott. A négy fehér ruhás lány a mai napon Ész Adrien, Fred Szandra, Guli Dorka és Kőszegi Blanka alakította mindannyian a Táncsics Mihály gimnázium diákjai. Megkérem polgármester urat, hogy vágja át a szallagot, és adjon a szallagból minden egyes határon túli delegáció tagjának is. Mi segítségünk jöjjön tovább Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Emlékező testvéreim, amikor megállunk a sírnál, illetve a sír emléknél, akkor gondolunk a múltra, csodálatos gondolatok hangoztak el, beszélünk az emlékhelyről, de szólaljon meg az Isten igéje, amely a földi életen túlmutat. A mi református szertartásunk szerint
a sírnál, Jézus Krisztus szavait idézzük újra, ezt teszem én is most. Egyszer tanítványai körbeállták a mi Urunkat és megkérdezték, mi lesz velünk, ha lejár az időnk? Mi lesz velünk, ha eltemetnek a mieink? Mi történik utána? Akkor Jézus néhány mondatot mondott, amit tanítványai feljegyeztek, és ennél igazabbat és többet azóta sem tudott senki mondani, amit a mi Urunk mondott az életről és az élet utáni életről. Így idézem most Jézus szavait. Ő ezt mondta, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Mert én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ő a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten oltalmába ajánljuk Kossuth László testvérünket és síremlékét az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten örök kegyelme legyen elhunyt testvérünkkel, áldott emlékét őrizze az emberi hálajele. Figyelmeztessen ez a síremlék az örökké valóságra, és hirdesse nekünk, hogy az Úr Jézus Krisztus győzött a halálon a kereszt által. Mindazokat, akik eljöttek, az Úr áldja meg és őrizze meg. Amen. Köszönjük szépen az ünnepi áldást. Most az ünnepi koszorúzás előtt engedjék meg, hogy megköszönjem az alsódabasi református presbitérium tagjainak a közreműködést, a támogatást és a segítséget. Köszönjük nekik azt, hogy lehetővé vált, hogy Kossuth László hamvai ide visszakerüljenek a történelmi kegyeleti parkba. Köszönjük nekik a folyamatos támogatást, amelyben biztosítottak bennünket. E koszorú megpillantása, és azon tudat, hogy ezt közvetlenül Barakkónéból Kossuth Lajos küldte, rezgésbe hozta a szíveket, s a meghatottság általános lőn. És mindenkiben azon óhajtást támadt, hogy ezen erekje, amely a síremlékkel együtt kapcsolatos emléket képez, az egyház által, melynek a temető és a síremlék is tulajdona, birtokba vétetvén kegyelet teljesen megőriztessék. Tisztelettel felkérem tehát a koszorúzó intézmények, civil szervezetek képviselőit, hogy a felolvasott sorrendben fáradjanak ki a koszorúzáshoz. Felkérem a Kovács Sámuel tüzércsapat tagjait, hogy segítsenek a koszorúzás lebonyolításában.
Hagyjad! Most hát van! Az! Köszönöm, hogy megtaláltad! 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 Köszön